Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban a mai vendég... Paul Mihály, a Lord énekese. Szia! Üdvözöllek! Köszönöm szépen az üdvözlést, és üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Megmondom őszintén, hogy én nagyon vártam ezt a pillanatot, mert mi ismerjük egymást 1000 éve, igen, ahogy ezt szokták mondani, de hát viszonylag ritkán látható, hallható mindaz, amit te mondasz, és nem a színpadról. Hát mert sokat kell utaznom, tudod. Sokat kell utazni, de most itt voltam, helyben voltam. Valahogy azt érzem, hogy a Lord zenekar tagjai veled az élen nem feltétlenül a sztárságot keresik. Tehát nem szerettek annyira szerepelni, mint amennyire mondjuk más zenekaroknál jelentkeznek, ha ettek valamit, ha történt valami, ha beleültek valamibe, ha fáj valamiük, igen, egyből jelentkeznek újságoknál. Összefoglaltál mindent, az a helyzet. Tehát valóban nekünk ez egyáltalán, sőt, meg vagyunk mi enélkül is, de köszönöm, hogy itt lehetek. De meg vagytok ti ennélkül? Meg, hidd, de már hozzászoktunk. Hát ide figyelj, ez a zenekar jövőre 50 éves, és mi igazából ahhoz, hogy mi egy riportot készíthessünk, annó valamikor a 70-es, 80-as években, amikor elkezdtük, akkor ezt a 500 kilométert el-vissza meg kellett tenni, tudod. Szombathelyről akkor talán nagyobb értelmét láttam én ennek, de mióta van internet, meg mint Facebook, hasonló dolgok, itt már minden 2 perc alatt a nyilvánosság előtt van. És nem hiányzik ott hempereg, tudod, Attilának a kedves szava ez a hempergés, hogy benn hemperegnek és mondják a semmit. Igen, az Attila, az erős Attila, erős csak mondom Attilára azoknak a hallgatóknak, igen, akik esetleg nincsenek annyira képben a Lord zenekar, igen, tagjait figyelemmel kísérve, hogy erős Attila a gitáros, aki egy ikonikus alakja a magyar rock történelemnek. Hát az pontosan. És hát ő meg aztán főleg nem nyilatkozik, tehát őt soha az életemben nem láttam, még televízióban, rádióban nem hallottam, vagy ha igen, akkor csak hébe-hóba, ritkán. Nem nagyon vállalja ezt egyébként. Tehát, hogyha valaki oda megy a koncert helyszínére, és az orra alá dug egy mikrofont, akkor elküldi hozzám. Azért ennyire. Nem, csak akkor menj a polmiséhez, majd megválaszol minden kérdésre. De régebben volt a zenekarnak egy vezetője, a Vida, aki viszont szeretett szerepelni. Hát, hogy a népszerűségért, akkor mondtam, a 80-as években erre szükség volt. Igen. Tehát akkor nem volt itt internet, meg ilyen megnyilvánulások, nem lehetett, hogyha koncerteztél, azt, akkor azt tényleg ki kellett plakátolni. Nem volt az elég, hogyha felteszed a Facebookra, aztán utána már azt ezrek látják, és akit érdekel, az mit tudom én, minek mondják ezt, hogy lájkolja, meg továbbküldi, meg megosztja, ez a legjobb kifejezésre. Akkor erre szükség volt. Tehát akkor ő hetente vagy havonta egyszer valahol eljött Budapestre, és akkor vagy a televízióba, vagy amikor videóklip készült rólunk, hát ő ott hónapokig járt utána, hogy ez megtörténjen annó. Tehát igazából nem keresitek a lehetőséget, hogy nyilatkozhassatok, de nem is mondtok nemet, csak megtaláljátok az megfelelő időpontot. Nem mondunk nemet, igen, ez biztos, mert most is megkeresett Andi, és én szívesen, mert itt voltam Budapesten, most próbáltunk. Úgy érzem magam, mint a kifacsart citrom, 4 napos próba után, amire nagyon nagy szükség volt. Hát nagyon régen nem játszottunk. Na hát erről majd beszéljünk egy kicsit részletesebben, hogy pontosan mire próbáltok meg, hogy telt ez az elmúlt, hát most már lassan mondhatjuk, hogy másfél év a Lord életében. Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen Paul Mihállyal, a Lord énekesével a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Paul Mihály, Paul Misi, ahogy a rajongók ismerik, a Lord énekese, a beszélgetőtársam. És mondtad, hogy most éppen próbáról jössz, 4 napon keresztül próbáltatok. Ugye ti egy vidéki zenekar vagytok, a Lordról mindenki tudja, hogy Magyarország nyugati felén van Szombathely, a székhelye. Szombathely. Én úgy tudom, hogy te Sopronban élsz, vagy éltél Sopronban. Nem éltem, hanem ott is élek. Azért Sopron Szombathely között is van egy jelentős távolság. Van, 60 kilométer kerekem. Azért az... Hát az régen, amikor elkezdtem, én 1981-be kerültem a Lord zenekarhoz, akkor egy időben még nem volt autóm, akkor vonatoztam poróbákra. Mennyi időbe telt Sopronból Szombathelyre? Hát az másfél óra volt, döcögös, ott oda, nem volt. Csak nem, oda? Csak oda, persze. És akkor még vissza, igen, is. Igen, aztán autóm is lett, és akkor már én utazgattam. Tehát én azt nem is vállaltam, ott mondták, hogy menjek, költözek Szombathelyre. Nem akartál soha? Nem. Én édesanyám is élt, a család élt, a barátaim, mert semmi pénz. Ide figyelj, azért ez a zenész pályafutás nagyon szép,
de nagyon sok dologtól megmondja az ember. Tehát úgy valahogy kiüresedik, nekem a szememre vetették sokan, hogy keveset találkozunk, mint régebben. Tehát amikor van 70 koncerted évente... Azok általában hétvégén történnek? Mindig hétvégén, amikor találkozások vannak, érted? Akkor ebben én kimaradtam. Hát most ha számoljuk, hogy 52 hétvége van, és ebben az 52-ben benne van a karácsony is, meg a húsvét is, meg az összes nagy ünnep, igen. És nektek 70 koncertetek van a legtöbb hétvégén, akkor nem csodálom, hogy te nem tudsz találkozni családtagokkal, barátokkal, igen. Ha csak nem jönnek el egy Lord koncertre. Hát Lord koncert, igen. Hát itt a január meg a február az olyan lájtos volt, ezt kértük, hogy akkor ne szervezzenek. Tehát az mindig az uborka szezon. Az mindig az a nyugi volt, az uborka szezon, meg általában klubokba is, meg, de aztán márciustól mi beindultunk, és akkor végig meg sem álltunk. December végén meg kiestünk az autóból. Tehát ez volt. És soha nem merült fel, hogy egyesítsétek az erőiteket Pesten. Pont ugye te mesélted, hogy annak idején Vida Ferinek nagyon sokat kellett Pestre járni, hogy egyáltalán lehessen videoklippetek, hogy egyáltalán arról tudjon a sajtó, hát, hogy eljusson a közönségig. Itt volt a központ, itt volt a hanglemez nyár. Ez egy vízfegy ország. Tehát ez így van. Tehát itt minden csak Budapesten lehetett elérni. És nem merült fel bennetek, hogy nem, mi ragaszkodtunk ahhoz. Volt, van Magyarországon egy-két zenekar, aki megőrizte ezt, és mi ezt soha nem is bántuk meg, és büszkék vagyunk arra, hogy tudja mindenki, hogy a Szombathelyi Lord. Tehát azért ez tök hát igen, jó. Csak így nehezebb volt a ti utatok, nem? Hát mi az adat? Figyelj, igen, de nem baj, nehéz volt, de megérte. Tehát ide figyelj, nem tudsz még egy 50 éve zenekart mondani, aki ennyit játszik, mint mi. Tehát ilyen nincs. Az biztos. Nem Magyarországon, hanem szerintem a világon se, aki ennyit. Van Magyarországon még nálatok idősebb zenekar is, csak most már nem koncerteznek. Hát nem játszanak ennyit, igen. Mint mi. Hát figyelj, hogyha mi nem lett volna ez a pandémia a tavalyi évben, még amikor a korlátozásokat egy kicsit megnyitották, és ilyen korlátozott bulik voltak júniustól. Még akkor is mentetek. Hát nekünk most volt, hogy 25 bulink, tehát figyelj. Egy van. Hogy bírjátok ezt? Azért most már elmúltatok mondjuk azt 50 évesek. Mondhatod, igen. Nem sokára 70 évesek leszünk az erőssel, és annak is lesz egy megemlékezése. Tehát ide figyelj, ezt a kis dobos megkérdezte tegnap, amikor próba volt, és már kicsit unta, meg fáradt, hogy bírjátok. Így vagyunk összerakva. Már az erőse is rám gondolt. Aha. És most miért Pesten próbáltok? Mert mondtad, hogy Pestre jöttetek próbálni. Igen. Azért, igen, mert hogy most már vannak a Lordnak olyan tagjai, akik Pesthez kötődnek, vagy... Azért is, meg itt van egy alkalmas helyet, tehát 4 napra lefoglalni valamit. Nekünk tavaly előtt, vagy azelőtt Török Bálinton szoktunk próbálni a műfázba, annak ott is volt egy jó tök próba. Ja, mert hogy akkor egyből színpadszerűen próbáltok. Hát tehát, igen. Már a showt próbáljátok el. Hát azt is igen. És most itt a Barmanegrában csináltak egy új helyet, már tavalyra, decemberre készültek. Aha. És ott az a belső sátor, a színpad az tökéletesen alkalmas volt. És ott maradhat a cucc, mert jövő héten még egyet próbálunk. Tehát június 11-én a Barbanegra. Június 11-én van. Akkor van lesz az első megmérettetés. Na jó, beszéljünk erről részletesen, erről a buliról. Jönnek a kényes dolgok. De nem, hát neked kényes, vagy nekem kényes? Nem. Jó, hát majd... egy kicsit nekem is kényes, mert fáj, de azért el kell mondanom. Jó, beszéljünk részletesen erről a 6.-11. buliról. Rövidesen ezzel folytatjuk Paul Mihállyal, a Lord énekesével a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Paul Misi, Paul Mihály, a Lord énekese, a beszélgető társam itt a Presszóban, és mondtad, hogy 4 napot próbáltatok. Hát gondolom, ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig folyamatosan. De azt jelenti. De rendes, mintha munkába mennék. Nem 6-tól, azért egy kicsit túlzárt, mert vannak, akik szeretnek aludni, mint én. És akkor 10-kor kezdtek, meddig nyomjátok? Erre nagyon nagy szükség volt, ugyanis tagcsere történt. A zenekaron belül. Hát nem bővült ki a zenekar, hanem 2 ember elment, Gyurik Lajos és Beke Márk, a dobos és a billentyűs, és nekünk pánikszerűen kellett keresni. Mert akartam is kérdezni, hogy most miért fontos próbálni, hogy vannak-e új dalok, amiket be kell gyakorolni. Hát gondolom, hogy minden dal kézben van. Jó, hogy kézben kimarad volt. Most egy másfél év, de rá igen. Kell készülni. Nekünk, de akkor ezek szerint az új tagok miatt is fontos a próba. Hát csak ő miattuk volt ez fontos, mert hogyha a régi tagok maradnak, akkor nekünk egy nap elég lett volna.
bőven elég lett volna. Hát jó, de másfél éves kihagyás után, ha most csak a hangszálakat nézem, az olyan, mint egy izom, rost, érted? Tehát akkor azokat is be kell melegíteni, tehát valahogy rá kell készülni. Hát arra, azért mindenki készül valamennyire, tudod? Hát ide figyelj azért, de ugyanaz, Erős Attila is tegnap pont este mondta, azt mondja, ez nem ugyanaz, mint otthon gyakorolni. Tehát ide figyelj, hát ugye... a fület is fel kell készíteni. Hát meg az ujjakat, tudod, a kezed, meg mindent. Hát jó, hát gondolom, otthon te is gyakorolsz, szoktál énekelni, nem? Szoktam én. Hát nekem... ugyanúgy a dobosok, a gitárosok, mindenki hát gyakorol otthon is. Ide figyelj, hogyha egy zenész nem gyakorol, akkor egy hetet nem gyakorol, akkor észreveszi a kollégája, tudod, talán ismered. Igen. Ha két hetet nem gyakorol, akkor már ő maga is észreveszi, hogyha hónapot, akkor meg ma a közönség is. Igen. Tehát azért ez kell, máshogy ez nem működik. Szóval akkor 4 napja próbáltok, és most kész is vagytok? Tehát azt jelenti, hogy ez a 4 nap, ez, vagy csak ezen a héten, aztán jön majd a következő héten. Ezen a héten, mert vasárnap van, és ezen a héten befejeztük, és a június, nem tudom, hétfő, kedden még próbálunk, a buli előtti héten, tehát a június 11-e előtt hétfő, kedden próbálunk. Még minden ide figyelnek, le kell ülepedni egy picit, tehát itt olyan terhelést kaptak az új tagok, tehát annyi mindent be kell fogadniuk. Ez rengeteg dal, érted? A Lord ugye létezik 72 óta, 81-ben jelent meg az első lemezetek, azóta sorra jönnek a lemezek, jönnek a dalok, ilyenkor egy új tagnak az egész repertoárból fel kell készülni, nem. Vagy van egy váz, amivel ti rendelkeztek, és mondjuk azokból a dalokból cserélgetitek a sőt, a két új tagnak a koncertprogramot, tehát amit játszani fogunk ebben az évben, azt megkapták, és azt vették át. Ez hány dalt jelent, amit hirtelen 24-et. 24 dal. Uh-huh. 24 dal. Ezt fogjuk mi játszani. Aha. Tehát idén, ameddig mehetünk, remélem végig mehetünk, nem lesz semmiféle lezárás. Mi ezeket a... Tehát lehet, hogy vannak fesztiválok, ahol rövidített műsorok, akkor nyilván kevesebbet játszunk, de hogyha önálló koncert van, akkor mi pontosan 90 percet játszunk. Ez a 24 dal 90 ez perc? Ez a 24 dal 90 perc. Így van, kerekem. És a sorrend az mindig a te reszortod, te döntöd nem el? Nem a te döntöd. Így, amikor ezt összeállítottuk, akkor a dalok egymásból indulnak. Tehát nálunk nincsen viccmesélés, buli közben, szinte egymásból mennek a dalok tovább. És ezt mi felépítettük, és úgy éreztük, hogy ez jó, és stimmelnek a dolgok, és akkor így persze van egy ilyen, kis lírai blokk is benn, azt is várják tőlünk. Tehát a Lord az erről volt híres, mindig is. Volt már szerencsém jó párszor színpadon látni titeket, sőt volt olyan, amikor ott álltam veletek a színpadon, és volt olyan zenekar, akit szintén láttam a színpadról, és mindenhol ki vannak rakva mindenkinek, a dobosnak, a gitárosnak, az énekesnek egy műsor sorrend, hogy akkor miután mi következik. Egyedül nálatok ezt nem láttam. Pedig van. Akkor csak jól eldugtátok. Olyan, mintha mindenkinek a fejében lenne, és mindenki tudja, hogy miután mi következik, nem kell ott a színpadon megbeszélni. Hát az busztustalanabb a világon nincs, tudom, amikor megbeszélik, meg kicsit beszélgetnek azért, hogy kitalálja meg a... Ez nagyon sok gyakorlás kell. Tehát ezért kell nekünk próbálni, valamit Attila kezd, de valamit a billentyűs kezd, valamit a dobos kezd, valamit a bőgő a dobbal együtt. Tehát ezeknek úgy kell klappolni, hogy ezt, és ha bármi történik, ha leszakad az ég, ha nem hallatszik a billentyű, akkor is tudni kell a dobosnak, hogy mit játszik a gitáros, stb. Biztos, hogy akkor is tudni kell. Így van. És ilyenkor hányszor játszátok el ezt a 24 dalt? Tehát most ez alatt a 4 nap alatt hányszor kellett az egész műsort végig? Kétszer az egész programot átjátszottuk. Per naponta. Per naponta, igen. Igen, igen. Az szép, és te végig énekeded ezt az egészet. Aha. Hát egyszer is nehéz lehet ezt a 24 dalt végig próbálni. Hát nem könnyű, de figyelj, ez a dolgom. Hát végül is ez a munka. Ez a munkám, igen. Hát de ez nem munka, én nem érzem annak. Hát jó, de hát akkor ez a feladat. Ez a feladat, igen. Kihívások, érted? Ez egy olyan kihívás, amit meg kell oldani, mert ha élő koncert van, akkor nem mondhatom, hogy bocs, nem megy ez nekem. Hmm. De nem olyan intenzitással, de oda rakom magam. Tehát a próbán lehet egy kicsit lazítani. De mondjuk az Erős Attilától ilyen nem várj, meg a dobostól se várj, mert nem várhatod, érted? Mert a feladat, én magam a torkomra vigyázni kell. Picit, nem kell üvöltenem meg, mit hangos. Hogy halljon mindenki. Rád amúgy sem jellemző az üvöltés. Nem jellemző, így van. Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen Paul Mihállyal, a Lord énekesével a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Paul Mihály, a Lord énekese, a vendégem. Nagyon készül az egész zenekar a június, tehát 6-ó 11-i bulira a Barba Negrában. Lesz előzenekar? Mert már voltunk mi annak idején. Nem szeretem az előzenekart. Vendégek lesznek. Lesz vendég akkor. Lesz, igen. A Paradise, az egy soproni csapat, a fiam gitározik benne, és a Bikini.
Tehát ez egy jó kis... Ez egy hát akkor ez jó, egy erős húzós este lesz. Sőt, ez kimondotta jó, igen. Jó. Említetted, hogy nem csak azért próbáltok, mert már régen zenéltetek, és újra formába kell lendülni, hanem két új tagot is be kellett tanítani, vagy két új tagnak meg kellett tanulni. Meg kellett tanulni az ezt a rengeteg... Kik ők? Honnan jöttek? Ismerhetjük-e őket? Ismert emberek? Hát vagy szerintem újra, frissek? Igen, és az a helyzet, hogy most tegnapi napon készült egy ilyen kis spot, a Barbanegra csinálja, uh-huh. és ő fel is fogják rakni képpel, meg, uh-huh. meg, de örülök, hogy itt is elmondhatom. Horváth Zsolti jött a Billtől, uh-huh. és a világ... Ő a billentyűs. Ő a billentyűs, igen. Igen, hát itt szerintem mindenki ismeri. Én, persze. Majd mesélek egy sztorit. És a Világi Zolika pedig a Power zenekarból Mosómagyaróváriak. Tehát ő már, dobos. Ő már ilyen régi új dobos, mert 4-5 évvel ezelőtt, amikor a Gyurik Lajosnak volt egy balesete. Igen, emlékszem rá. Akkor ő segítette akkor ki a csapatot. Őt találtuk meg. Aha. Igen, és akkor figyelj. Hát igazából akkor ismerte a műsor egy jelentős részét. Hát nem csak, így van, és nem csak a műsort ismerte, hanem a dalokat. Tehát ő így nőtt fel. 3 éves kora óta Lordot hallgat, mert a nővére nagy lordos volt. Tehát a vérében van az egész. Tehát öröm. Hát ráadásul az is nagyon sokat számít, azért ezt kulisszatitokként elárulhatom, bár sokan tudják a hallgatók közül, hogy én magam is zenélek mind a mai napig, hogy az legalább annyira fontos, hogy emberileg milyen az, aki beül a dob mögé. Tehát most hirtelen egy 4 nap próbával beültetni valakit egy 70 állomásos turnéra végigvinni a busszal, azért egyrészt az egy felelősség, de így, hogy ezt a srácot már ismeritek, hát, így azért figyelj. Egy kicsivel könnyebb. És hogy jött, nagy örömmel. Tehát nem volt egyszerű a dolgunk. Hmm. Tehát mi nem udvaroltunk senkinek. Tehát senkit nem csábítottunk el. Hmm. A Zsoltikáról elmondom. A Zsoltika ugye a billentyűs. A Horváth Zsolti a Billtől jött, igen. A Szabó Attila a menedzsmentnél dolgozik, felhívta, hogy Zsolti a Lord zenekarnak szüksége lenne egy billentyűsre. Hmm. Nézz utána ezekbe a berkekbe, talán tudsz valakit. Tudod, mi volt a válasz? Hogy nem keresek senkit, itt vagyok én. Na most szerinted 18 év után én megkérdeztem a Zsoltit, nem fogom elmondani most, hogy miért jöttél el. Hát mi volt az okod? Mert figyelj, azért furcsa dolog, érted, hogy 18 év után ott hagyják a Billt. És elmondta, és megértettem, és örültem neki, hogy itt van. Volt itt a Bill nem is olyan rég, és ő is mondta, hogy volt egy kis változás a zenekarában. Mikor volt itt? Rajta is néhány napja. Akkor azt már tudott erről. Tudott erről, és mondta is, hogy nem esett jól neki természetesen, nem. De nem töri meg az ő lendületét sem. Hát igen, tehát persze, hogy nem. Pótolják a Zsoltit, hogy egy másik gitárossal, tehát nem is billentyűssel. Nem is billentyűs lesz. Hanem gitárossal. Ja, erről nem is tudok. Megváltozott az ő hangzásviláguk. De tényleg egy régi arc már ő is, Zsolti is, hát ebben igen, a pop-rock szakmában. Az, és nagyon igen. tehetséges. Ő egy nagyon, egy zseni. Hát egy zseni, és ide őről beszéltem. Nagyon alázatos. Alázatos. Hát ide, ez a zenéhez az kell. Mm-hmm. Mert aki a blues-t játsza, mm-hmm. az nagyon alázatos tud lenni, tudod? Mm-hmm. Tehát csak rácéloztam, amikor azt mondtam, hogy ennyit bevenni, ennyi anyagot. Tehát ő nem ismerte ezeket a dalokat. Hát maximum hallotta itt. Csak hallotta itt, de az nem ugyanaz hallani, meg eljátszani, érted? Meg aztán 3 billentyű szükséges, mert egy billentyűvel ezt nem lehet, más hangszínek vannak, zongora van, akkor Hammond van. Hát meg azért itt egy nagy múltú valamit kell továbbvinni. Tehát eleve a Lordnak a múltja. Hát az meg hát azért volt előtte egy olyan billentyűs, mint a Guido például, akit soha nem lehet helyettesíteni, de valahogy mégis meg kell felelni annak a nívónak, amit mondjuk ahova ő tette a lécet. Hát mondjuk Guido nem tud lenni senki, tehát azért hát, ezt igen. elfelejtsük el, érted. Hmm. Tehát ő magában, igen, ő egy etalon volt ebből a szempontból. Nagyon is szerettem, de hát ennek is megvolt az oka. Persze, és most nem is feltétlenül nem a személyes hátterére vagyok ennek kíváncsi, de azért a Lord az elmúlt 50 év során idézőjelben kapott pofonokat, tehát rengeteg tagcsere volt. Hát ugye te sem 50 éve vagy, te 81 óta vagy hát azért a csapatban. Hát az is 40 év. Az igen, az már 40 év. De hogy azért a tagcserék folyamatosan voltak a Lordban. De az ide figyel, szerintem mindenkinél van. Mm. Mindenkinél van. Hát kivéve a Kártagót, ott nincs. Hát a Kártagó, igen. Ott figyelj, van egy vezér, aki például, erről tudnék neked mesélni, amikor a Guido lordozott, és akkor a mi sikereinkre felbuzdultak a fiúk, mert mi 2000-ben összeálltunk, és 2003-ban, 2004-ben, gondolom a Guido mesélte, hogy mekkora sikerünk van, és akkor összekapták a Kártágot. De most itt jött az első összetűzés, hogy amikor közös napokon voltak fellépések, akkor mi legyen? Hát akkor mi legyen? Mm. És a Szigeti Feri nem engedte meg a Guidónak, hogy
hogy elmenjen, vagy ő keressen pótbillentyűst, hanem jó, nekünk hát... kellett volna, aha. És itt kezdődtek az összetűzések, érted? Mert mi maradjunk otthon, nem? Akkor jött a Jankai Béla, volt a Török Józsi billentyűs, és akkor a Gido hozta Beke Márkót, aztán közben meg ő miatta ment el egy picit, érted? Tehát... Hát igen, ezek szerint ti sokkal rugalmasabbak voltatok. Hát rugalmas. Bárkivel, aki képes eljátszani ezeket a dalokat, ti ki tudtok állni a színpadra. Igen, az a helyzet, mert elnézést, hogy ezt mondom, de nem az számít, hogy ki van a billentyűnél. Ki ül a dob mögött. Igen, ugyanakkor meg lehet, hogy a közönség... Elfogadta tőlünk. Elfogadta tőletek. Csak lehet, hogy furcsán néz ki, hogy mondjuk van két ember, ott van az Erős Attila, meg ott van a Polmisi, és most nagyon-nagyon túlzok, de hogy mellette meg ilyen folyamatos körforgás van. Olyan, mint hogyha ti lennétek a kibírhatatlanok, bár gondolom nem így van. Hát, aki ismer engem, meg az Erőst, az szerintem ezt nem ezt gondolja, de figyelj, vannak elvárások. Hát még szép. Vannak elvárások, valaki ennek nem felel meg, meg mindenki választhatva. Valaki most elment a Gyurik és elment a Beke Márk, hát ő választhatta volna ezt is. Nem kellett azt választania. Hát nem ti küldtétek el. Hát ilyenről szó se volt. A Gidót sem mi küldtük el. Gido Falvi Attila feláll, azt megköszönte, köszönöm szépen. Nekem ide figyelj, ott voltam, amikor két billentyűs, mi, amikor a Gido és a Ráért, meg a Beke Márk is, akkor a Beke Márk tanulta a Gido mellett a műsort, érted? És ugyanúgy a dupla billentyűsre játszottuk. Mi megtettük ezt is. És én azt gondolom, hogy ezt látom kívülről, hogy a Lord minden túlél. Hát figyelj, azért, mert mi magyunk, azért éli túl. Hát... Igen, mert mi vagyunk. Amíg ti ezt így bírjátok. Hát igen. Hát bírjuk sokáig, de figyelj, a kihívásokról már beszéltem. Igen. Hát ez aztán akkora kihívás, hogy de megnyugtatok mindenkit, hogy jobb lesz, mint volt. Tehát ide figyelj, ez nagyon erős. Hát másképp nem is lehet ehhez hozzáállni, nem? Figyelj, meg a másképp ki sem mennénk a színpadra, hogyha nem éreznénk, hogy ez rohadt jó. Valamiért a ti közönségetek az egy különleges közönség Magyarországon. Innen megyünk tovább, a közönséggel fogjuk folytatni Paul Mihállyal, a Lord énekesével a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Paul Misi, a Lord énekese a vendégem, és tényleg ez van, ha már valaki valaha látta a Lordot élőben színpadon, akkor szemtanúja lehetett annak, hogy a Lordnak van a legfanatikusabb közönsége. Legjobb. Nagyon sok zenekar van, nagyon sokakat követnek mindenhová, de valahogy úgy alakult, és te talán meg tudod majd mondani, hogy ez miképpen alakult így, hogy a Lordnak tényleg a fanatikus közönségek közül is a legjobban fanatikusok. Tehát ők képesek végigkövetni az egész turnét, az egész országon, még akkor is, ha ugyanazt a 24 dalt játszátok le napról napra, ők akkor is ugyanúgy állnak ott, és ugyanúgy élvezik, és ugyanúgy értetnek titeket. Ezt mivel értétek el? Mindannak ellenére, amit már a legelején beszéltünk, hogy nem vagytok azok a tipikus sztáralkatok, akik keresik a lehetőséget, hogy mindenáron és mindenhol megmutassátok magatokat, hanem csak a színpadon vagytok jelen. Ez a megfejtés, és ezt hozzáteszem, hogy a zenekar olyan, amilyen a közönsége, a közönség meg olyan, amilyen a zenekar. Ebben elmondtam mindent. Az egyszerűség, tudod? Nem kell itt show, meg felrobbanjon a színpad, meg mit tudom én. Ezt de nem is vágytatok erre soha? Soha nem. Mi zenélni szerettünk volna, és csak így lehet zenélni. Te figyelj, ott megmutogatom, hogy mit tud a tűzgép, meg mit tudom én. Most jelen, ha mások mutatják, másoknál van ilyen, akkor lehet, hogy egyfajta elvárás lesz ez már a közönség részéről. Tőlem nem várják el. Soha nem kaptam én még ilyet, hogy a füstgépet is utáljuk. Tehát még az se. Nálatok az sincs. Nincsen. De mondjuk lámpák vannak, fények hát vannak. Hát persze, az kell mindenféleképpen. Hogy távolabb vannak, hogy hogyan, az mindenféleképpen. De nem vetődtök a színpadon. Nem, de mondom. Nincsenek ilyen nagyon-nagyon különleges fellépő ruhák. Hát az meg egyáltalán. A kényelmes, a komfort, tudod, hogy jól érezzem magam. Meg bárki már. Hát érem, nem tudnának ilyen fellépő ruhát feltenni. Abba. Meg hogyha azt felvenném, akkor már nem is magam lennék. Legalábbis így érzem, hát úgy érzem jól magam. Kimondtad a lényeget, hogy ti mindig önmagatokat adjátok. Hát soha nem játszátok meg magatokat, se a színpadon, se azon kívül. Hát igen. Tehát figyelj, én amikor a Lordhoz kerültem, ez egy állati érdekes történet, akkor nekem volt egy ilyen, még egy ideig a régi dalokat kellett játszani, akkor kezdtem neki új nótákat írni, de hogy amik jók voltak, tényleg úgy éreztük akkor. Mert a Lord már akkor egy ismert zenekar volt. Hát ismerte, igen, voltak dalaik, és sőt, Vas megyébe kimondottan
Mert sztárok voltak. Hát ez kimondott. Tehát ott figyelj, ott kettőt tapsoltak, aztán 5000 ember volt a kint a prérén, bárhol, érted? Igen. És akkor volt ilyen dal, hogy apám volt, anyám volt, árván egyedül élek, és akkor én azt mondtam, hogy én ezt nem éneklem el. Mert hogy... Mert nem hiteles. Mert hogy teszádból ez nem igaz, igen. Ha? Ja. És akkor többiek azt mondták, hogy oké, rendben? Oh, azt mondták, hogy igen. Igen. Az az alakorsz, puty, kuka. Az el lett felejtve. Már mondtam, hogy én nem, és onnantól kezdve, amikor saját dalokat írtunk, mert elkezdtük a kisfiúval, meg a Szemedbe a csillagok, meg hasonlókkal, ezeket a Balog Józsi megboldogult költőtanár írta, és ott közösen együtt leültünk szépen, és ami ő meg tudta, ő tudta a lelkemet, ismerte. Te meséltél neki történetet, nem, magadról, nem. És ő ezt streambe foglalta? Nem, nem, nem. Ugyanúgy éreztünk. Hát figyelj, anyai szeretet, a család, a haza. És ezeket szeretnétek volna mindenképpen ezek a Lord lemezeken, Lord dalokban ott vannak. Ez most elmesélem a hallgatóknak, meg neked is, bár lehet, hogy te ismered már a történetet, mert mintha már egyszer meséltem volna, hogy gyerek voltam a 80-as évek elején, 70-ben születtem, és hát ugye akkor ment az, hogy az emberek a nagy lemezeket megpróbálták kazettákra felvenni, tehát hogy ha nagy nehezen hozzájutottunk egy nagy lemezhez, azt átmásoltuk kazettára, és aztán adtuk körbe-körbe. És egyszer egy ilyen kazettát, tehát egy lemezről átmásolt kazettát kaptam kölcsön, hogy én átmásoljam, és már nem is tudom, valami külföldi zenekar volt rajta, de hogy kitöltsük a kazettán fennmaradt időt, ugye mindig felszoktunk rá valamit venni, és annélkül, hogy tudtam volna, hogy mi valaki rá vett arra a kazettára egy dalt, és szólt a kisfiú, de még a címére sem emlékeztem, vagy nem csak tudtam. Csak a refrénben van, gondoltad, hogy a... Hát gondoltam, hogy biztos az a cím, hogy kisfiú, és nekem nagyon tetszett. Én nagyon szerettem akkor az Yngwie Malmsteennak a zenét, és valahogy azt éreztem, hogy ez ugyanaz a szellemiség, hogy ugyanaz a nagyon erős zeneiség, igen, benne van. És aztán évekkel később derült ki számomra, hogy ez egy szombathelyi csapat, a Lord. Uh-huh. És aztán, igen, egyszer ott állhattam veletek a színpadon, igen, és együtt énekelhettük, és ez fantasztikus. Vépen vagy hol voltunk? Tét. Tudtam, hogy a mélybet is. Mindenre emlékszel? Nekem minden megvan. Hogy én azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki így ismerkedett meg a Lorddal. Szóval azt gondolom, az egy nagyon-nagyon hosszúkás út lehetett belülről megélve, mire aztán tényleg a világ minden tájára eljutott a Lordnak a hírnevet. De milyen jó ez, tudod, ennyi időt megélni. Voltam, én szexádon voltam, de te mondtuk annyira messze, és mégis nehezen jutott el hozzám a Lord. Évek teltek el, mire kiderült, hogy van ilyen. Hogy ezt mások is mesélik? Hogy igen, milyen, persze, milyen és emlékszem vannak. Én még a 80-as évekre, amikor még digitális kor még nem is volt, tehát minden manuál, meg mit tudom én, kis magnó, meg szalagos magnó, meg ezek mentek, meg lemez, meg gyűjteménye, nekem is megvan ilyen, félre van rakva minden, és a Vida Ferinek akkor volt egy ilyen hanglemez voltja Szombathelyen, nagyon híres Vida Feri, volt. Ha valaki nem tudná, ő volt a zenekar vezetője, alapítója. Sőt, ő az alapítója volt, igen. Így van. És ott még Ausztriából hozott be két darab dupla másolós magnót. Ilyen nappal az ment. Te figyelj, mi úgy terjesztettük a zenénket tényleg, mint a népdalt, ilyen szájról szájra. Tehát azok ilyen nappal másolták és küldték az ország minden egyes pontjára. És a rajongók így ismert. És elmentünk Debrecenbe, életünkben először voltunk úgy koncerten, és tömeg várt bennünket. Tehát ezek, és mi mindenre emlékszem, mert ezeket a dolgokat nem lehet elfelejteni, és énekelték a dalokat. És most is elmegyünk bárhova, és az kis 3-4-5 éves gyerek ott van az apja nyakába, és énekli, és ettől az ember jól érzi magát. Elhiszem. Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen Paul Mihállyal, a Lord énekesével, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Paul Misi, a Lord énekese, a beszélgető társam. Van több is, de van egy nagyon-nagyon híres dalotok, ami ráadásul nem csak óriási nagy sláger lett, a Vándor, hanem különleges koreográfia is van rá, amit nem ti a színpadról mutattok be, hanem a közönség. Hogy minden egyes alkalommal, amikor ezt játszátok, bárhol is játszotok, eshet eső, fújhat szél, lehet sár, minden, letérdelnek. Hogy ezt ti követeltétek meg, honnan alakult ki, mikor volt az első alkalom, hogy a közönség térdre borul? Ez a követelés, ez rossz szó volt. Tehát mi nem követeltük. Nekem volt egyszerűen nagyon rossz. Nehéz beszélni róla. De egyszer letérdeltem és követtek. Eszedbe jutott valaki a dalról. De ez konkrétan szól valakiről, ez a dal, vagy csak... Igen, ő is, egy hölgy írta, egy lány, a Spielmann Erika. Ez az egyetlen dal, ami
amit azóta játszunk, amióta, tehát amikor a Lordhoz kerültem, akkor a Vándor maradt meg onnan, abból a repertoárból, tehát a többi az mind kuka. És nem volt koncert azóta sem, ami ne hangzott volna el. Nem. És akkor egyszer volt egy ilyen, gondolom, akkor valakit... Nem, az én családtagom, tehát a bátyám halála. Ó, és akkor te letérdeltél, és ezt tudta a közönség, hogy te azért térdelsz? De azóta ezt tudják? Tehát most végül is kiráz a hideg. Lehet, hogy akkor most innen tudják meg, hogy ezért térdelünk mindannyian Lord koncertet nem tudták, alatt. Nem tudták. És neked mind a mai napig ő jut eszedbe? Amikor énekled? Hát én néha, igen. Az az érdekes, hogy most így, és ez teljesen természetes, hogy könyvbe lábad a szemed, hogy koncerteken nem? Mert hát az úgy viszonylag nem, nehéz énekelni is írva. A Vándorról van egy, képzeld el, ezt elmondom, mert biztos sokan, de ott voltak sokan, mert Celdömölkön voltunk, és volt legalább 5000 ember, és képzeld el, hogy előző évben Szombathelyen volt egy fesztivál, és a sátorba, az öltöző sátorba a szülők behoztak egy kislányt. Uh-huh. Egy ilyen 10-12 éves gyereket, egy gyönyörű szemekkel megáldott teremtmény, csak sál volt a fején. Uh-huh. Gondolom a kemótól, tehát a kezelésektől kiúlott a haja, és akkor valahogy odajött és fényképeztetett, még aranyos úgy bújt, hogy titeket hallgatlak, meg próbálok erőt meríteni belőletek, és én meg megígértem neki, hogy csak hallgassál bennünket, és túl fogod élni, és meghalt. És azon a héten, amikor mi ott voltunk Celdömölkön, kijátszottunk, és akkor nekem kár, hogy ezt elmondták. Aha. Hát azért így viszonylag nehéz kiállni a színpadra. Hát a Vándort égbőgtem. Azért az mekkora, tehát amikor sokszor bele se gondolunk, hogy az ember csak úgy kiáll, előadja a dalokat, vagy bemegy a stúdióba, milyen könnyű nektek, mert hogy azt csináljátok, amit szerettek. Aha, ja. Azért a lelketeket teszitek ki minden egyes alkalommal. Hát ezt valaki észreveszi, valaki meg nem tudod. Mm. Tehát azért az könnyű észrevenni ezt. Hát igen, de ebbe az ember lelke belesérül, akkor ezt hogy tudsz másnap is felkelni, és azt mondani, hogy most megint megcsinálom. Tehát, hogy ez tök nehéz. Tehát hát. Nem csodálom, hogy vannak a zenészek, hogy most nem rátok gondolok, akik alkoholisták lesznek, akik nem tudom, nem tudják a családjukat megtartani, mert hogy ezek olyan terhek, amiket visszamaradtak. Hát nálunk ilyen nincsen. Tehát hát nincs. Figyelj, én nem is, egyáltalán zenélnék olyannal, aki iszik. Uh-huh. Meg az erős Attila se zenélne, tehát soha nem is volt alkohol. De akkor honnan van mindehhez erőt, hogy ezeket a lelki terheket visel? Tudod, a jogéneket kaptunk. Uh-huh. Más nem tudok mondani. Ezeken meg túl kell esni, át kell élni, és akik lemondak, azok piszkosul látják. Uh-huh. Az biztos. Hát erről mondtam, hogy apád anyám volt, tehát én ilyet nem éneklek el, igen. Mert amihez valamilyen kapcsolat fűz, meg ami valamiről szól, tehát a Vándor nagyon mit, különös az első része, igen. A lassú része, meg a próza, tehát ott van a dráma, mert a többi az már, a Lord egy nagyon pozitív zenekar, tehát igen. Nálunk mindig a pozitív gondolatokról szól minden, de a Vándor az így sikerült, érted, ez erről szól, és utána persze nem félek, amíg élek, hát most ennél pozitívabb dolog a világon nem juthatott embernek eszébe, érted? És ezt a drámát meg kell élni. Mondtam a Zsoltikának, ma eljátszottuk háromszor, négyszer, ötször a billentyűnek, a Horváth Zsoltinak, mondtam, hogy ezt elrontod, akkor megöllek. A Frenki odajött hozzám, azt mondja, a Zsoltira ránézett, hogy ott ezt tényleg komolyan gondolja. Hát én már ismerek ideje. Ebbe belebotlani. De van ilyen, hogy... Nem lehet, mondtam neki, hogy nem lehet ilyen. Sosem szoktatok kívánni a színpadon? Nem fordul elő? Hát, nem igazán. Persze mindenki elő, ráne egymásra nézünk és nevetünk, tehát persze, hogy van, csak az más nem érzi, vagy nem hallja, mit tudom én, de mi érezzük. Hát az énekeseknél azt szokott előfordulni, hogy mondjuk a szöveget tévesztik el, vagy hát nem jut eszünk. Hát jósul lekopogom. Soha? Nem szoktam. Nem soha. Szoktam tévedni. Nem szoktam. És jó neked. Figyelj, nagyon kritikus ez a Vándor. Tehát figyelj, ebben nem lehet. Hát ez persze. Figyelj, ez reménytelen helyzet, hogyha ott bukta van. Ott nem lehet kiesni semmit, se nekem, se másnak. Meg is hallgatjuk a Vándort, ha már egyszer itt vagyunk. Hát gondolom a hallgatók ezt várják, hogy oké, ne dumáljatok, már ennyit erről, hallgassuk meg. Meghallgatjuk, aztán megyünk tovább, beszélgetünk itt az Abaházi Presszóban Paul Mihállyal, a Lord énekesével a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Paul Misi, a Lord énekese a vendégem továbbra is. Egy kicsit visszamennék a múltba, bár kalandoztunk mi már ma a múltban, de ti voltatok az a zenekar, vagy legalábbis annak a hírében álltatok, akik rendesen polgári foglalkozással
zenekarral rendelkeztetek, és úgy indultatok neki mindig a hétvégén, vagy akár hétköznap is a turnéknak. Mikor jött el az a pillanat, hogy azt mondtátok, hogy oké, most már olyan sok elfoglaltságot jelent a Lord, és ráadásul valószínűleg termel is most már annyit, hogy a polgári foglalkozást fel lehet adni. Ez mikor jött el a Lord életében? Hát a többiekről igazán szerintem a Gidófalvi életében nem dolgozott. Figyelhető, nem, mert képtelen lett volna ilyesmire. Gyurik Lajosnak szerintem nem dolgozott, de vagy nem tudom. Jó, most maradjunk akkor mondjuk nálam, az erős Attilánál. Nekem, mondok én neked, most 2021 van. Igen. Én 2008-ig dolgoztam. Boltvezető voltam, tehát azért azt nem kívánom senkinek. És addig tűzépet vezettem, figyelj, hazajöttünk Egerből, meg tudom én, 6 órára hazaértem, 7-kor megnyitottam. És abban az évben ilyen 120 buli volt. És ott nem lehetett aludni az irodában, vagy nem, nem tudom. Nem. Én nem is értem ma is. És a buszban te tudsz aludni? Nem. Én soha nem asszom. Én mindig ott ülök a vezető mellett, és figyelem, és beszélgetek vele. Hogy? Mert nem is jó az első ülésen aludni, az anyós ülésen, mert valami fék van, akkor kirepülsz az ablakon, érted, mert a sofőr azt tud támaszkodni. De nem. Én nem vagyok ez az álmos típus. Nem, de tényleg nem. Jó neked. És akkor 2008 óta nem dolgozol. Én 2008 óta, pedig akkor is akartam én tovább dolgozni, csak volt egy kis recesszió, meg Sopronba, mert egy ilyen épületgépészeti boltba voltam, dolgoztam, és oda költött a Baumax, meg a Jöttem kereskedni nagy cégek, és visszaesett a forgalom. Persze, amikor volt és akkor éreztetni, nem akarták éreztetni velem, de én éreztem, hogy hát most én minek kellek oda, érted? És akkor eljöttem, de nem bántam meg. Hát így is volt 120 buli, tehát nem lett kevesebb buli. Nem lett egyáltalán nem. És az Attila? Attila, gitáros Attila? Is dolgozott, amíg a Szombathelyen a járműbe, a vasútnak volt egy ilyen, akik ebben a filmben járműfelújításokkal foglalkoztak, és aztán megunta ő is. A sok buli volt, és te figyelj, nem lehet gitározni, nem lehet dalokat szerezni. Amikor én is hazamentem, és nem csináltam semmit, ráértem erre gondolkodni, szöveget írni. Hát jó, de közben lett családotok mindannyiótoknak. Tehát mind a mellett, hogy van meló, a meló után rohanni kell, hát, koncertre, próbára, stb. Aztán ezek szerint sokszor koncertről esel be. És Attila akkor hamarabb fejezte be mind, én tovább írtam, de nem bántam meg. Tehát én tök örülök, hogy ezt csinálhatom, és mert valóban így van, este 5 órakor hazaértem, nem volt nekem már kedvem az, hogy gondolkodjak dalszövegen, vagy bármin, érted. És az tök jó volt, de ezt nem is lehet másképp. Tehát ez két lábbal tudod, két fenékkel nem lehet megölni a lovat. Mondtad, hogy a fiatból is zenész lett, ugye? Igen, Dávid. Paradise. Ugye ő lesz az egyik bemelegítő banda. Igen, ők voltak egyébként, ismerik őket, mert előttünk már többször felléptek. Kötelező út volt neki? Tudom, hogy nem szereted ezt a kötelező utat, de hogy te terelted a zenész pálya felé? Mert hogy ismered ennek a pozitív oldalát? Nem, ilyen soha nem mondtam egyik fiamnak se. Erős Attila szólt nekem egyszer, már vagy 10-12 évvel ezelőtt, hogy nem látod a fiat, hogy néz engem meg, ahogy nézzek itt. A Attila senkinek nem engedte meg, hogy hozzányúljak a hangszeréhez. Hát a Dávidnak megengedte, hogy felszerelje, behangolja akkor, vagy mi cipelje a marsalt, vagy bármit, ért. És akkor... Hát nem mondom, hát hogyha meg ott ült állandó a lépcsőn, az Erős, majd kiesett a szeme. Erősről írt dolgozatot. Tehát figyelj, ki a példakép, képzeld el, akkor általános iskolás volt, mik vannak, és akkor Erős Attilának volt valami zalaegerszegi haverja, egy hangszerboltos, és ott egy kis oranzs erősítőt, ilyen 10 wattos, meg megkapta az első gitárját. És akkor elvittem együtt zenéltünk valamikor Sopronban, Rollerba, a Tújmergéz, a Subához elvittem, felhívtam telefonon, mert tudtam, hogy pedagógiai érzéke kiváló, meg mit tudom, és az alapokat elsajátítottam vele, érted? Megkérdéseket, a Suba felhívta a feleségemet, mert én nem voltam otthon, és mondta neki, hogy többet nem tudok neki mutatni. Tehát akkor tehetséges a gyerek. Nagyon, nagyon tehetséges. Hát figyelj. És az elképzelhető... A távoli jövőben, hogy egyszer majd ő lesz a Lordnak a gitárosa, nem az Erős helyett, vagy mondjuk mellette? Nem tudom, idefelé a sors mit hoz. Attila, én ezt kívánom, és szeretném, hogyha még, hogy ameddig élünk, meg ameddig mozgunk, együtt csináljuk. Dávidról meg viszont ő már kísérgetett. Tehát ő láttam ilyen videókat, otthon ültek a kanapén, és hogyne, persze, a tavaly, amikor volt ez a pandémiás időszak, akkor
elvárták tőlünk, várták el, hogy minden héten feltegyünk egy ilyen dalt. Nagyon ügyes, te figyelj, a kezében van minden dal. Tehát hát Attila tanította, mutatta neki a figurákat, meg mit tudom én. Igen, elsajátította, és a kezében. Dávid a Lordon gyakorol, tehát a szólókat ide, benne van, de ez tök jó, hogy ez a 70-es, 80-as évek zenei kult, én most kit mondjak, olyan gitárost, a Blackmoore-tól kezdve, tehát Erős Attila is ezeken nőtt fel, tehát érződik minden hangjába, hogy milyen íze van, hogy gitározik. Ezek fontos dolgok, és a Návid ezeket elsajátította, mert hallotta, megmutatták neki, hogy kell megfogni. Aztán a többi, tudod, a szívből jön, te érted? Az ujjon keresztül a szívből oda vezet az út. Tehát érdekes dolgok ezek. Hát, jó példaképet választott. Jó magának. Példaképet, és örülök neki egyébként. És igen. Persze, egyébként mondok én neked valamit, tavaly előtt voltunk Sopronba, szilveszter akkor ott játszottunk, kint a főtéren, és Attila felhívta, Erős Attila felhívta Dávidot, külön felhívta, nem üzen neki rajtam keresztül, hogy Dávid, én távolról jövök, a beálláskor te legyél ott, és te álljál be. Hozd a Gibsont. Amíg a közönség ugye nem hallja, addig ugye... Ott volt a közönség, már a főtérre ráértek, sétáltak, és tudták, és a Dávid állt be, a hangmérnök elő, elvihozta a Gibsonját, amit az Erős Attilától kapott vagy ért meg. Tehát vannak itt olyan erekék, hogy el se tudod képzelni. Azért az egy nagy pillanat lehetett neked is. Hát hogyne, persze, ide figyelj. Hát még a gyereknek. Hát még a gyereknek. Igen. Van még egy körünk, úgyhogy innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen. Paul Mihállyal, a Lord énekesével a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... A Lord énekese Paul Misi, a beszélgető társam a mai műsorban, és már nagyon sokszor elhangzott, hogy Magyarország legrégebbi sokat játszó zenekara vagytok, vagy hát a legtöbbet játszó régi zenekar. Ez a legjobb kifejezés, igen. 50 éves a Lord, és ha jól tudom, akkor ezt az 50 évet most meg is fogjátok ünnepelni. Mi csak 49 most per pillanat, de jövőre. Hát jövő. A Lord zenekar... Én meg előlegezem ezt az egy 50 éves. 50. Tehát ez nagy, ez rengeteg. Mivel készültek az 50-edikre? Hát azt most még ne kérdez, most még van más feladat, de arra biztos, hogy meg lesz. Tehát azért nekünk volt egy 45-ösünk is, ami nagyon korrektul sikerült az volt arénába. Az ott az arénába. Erre is biztos vagyok, hogy kitaláljuk azt, kitaláljuk, szépen felépítjük, csak éljük meg. De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy nagy buli lesz, vagy az egész évet ennek szentelitek, hogy 50 éves a Lord? Hát az idei év fog az 50-nel elmenni, a reklámmal. Aha. Igen. Aha. És akkor jövőre... Hát várható esetleg új lemez, vagy régebbi dalok felfrissítve, bármilyen. Hát ilyeneket szoktak csinálni mások. Nem tudom, Attilával beszélgettem, ez a pandémia nem hozott belőle semmit. Igazából nem mondta azt, hogy vannak új dalok. Aha. Ötletei. De figyelj, ez mentálisan nagyon sok embert megzavart. Nagyon. Ez rengeteg. Valakiből a hülyeséget hozta ki, valakiből a gonoszságot, valakiből a jót egy picit, de nem tudom, hogy akkora élmények lettek volna. Erősnek nem az a... Azt mondta, hogy ő nem tud úgy dalt írni, hogy parancsra. Nekünk volt a hang az első években, minden évben kellett dalokat lemezt csinálni a hanglemezgyárnál, és azt mondta, hogy neki ebből elege volt a harmadik után, és akkor már volt, kértünk egy kis szünetet, mert akkor ismétled magad, tehát ugyanazok a dolgok jönnek, érted, most minden évben csinálsz, hogy nem lehet új befogadást, vagy mit tudom én, olyan érzéseket kiadni, meg a... Hát főleg ennyi buli mellett nincs annyi lehetősége akár az élményeket feldolgozni. Hát ennyi buli mellett meg a másik az. Tehát ahhoz akkor születnek a sablon dolgok. Tehát ugyanazt, érted, csak egy picivel máshol van a beütés, vagy mit tudom én. Így van. Eljön az ideje. Tehát lényeg az, hogy akkor a pandémia belőletek nem hozott új dalokat, de most beindul az élet, úgyhogy hát akár most jöhetnek most új dalok, igen, is. Igen, és ez vidámság és rákendő. És akkor június 11-én azt már lehet tudni, hogy tehát nektek már megvan, mivel kezdtek? Izgultok egyáltalán, hogy most... A dallal? Igen. Szóljon a rock. Azzal kezdtek? Hogy kell? És van izgalom bennetek? Hát, azért mégiscsak eltelt másfél. Az újak miatt van, az új fiúk miatt. Persze, mindenkiben van. Hát meg ő bennük aztán a legigazán. Igazán. Tehát ide fiút lesz remegő gatya. Biztos vagyok benne. De figyelj, ez az első hang.
az első strófáig tart, és utána meglátják a közönséget, és végül lesz. Azt szokták mások csinálni, hogy elmennek ilyen kisebb helyekre, vagy vidéken, úgynevezett ilyen bejátszó bulikat csinálni. Ti meg egyből az egyik legmenőbb rock helyszínen kezdtek. Egyszer élünk, tudom. Ezt csak Gizó szoktam mondani. Hát most figyelj, hát ez is egy kihívás. Figyelj, a barmanengrás bulit, ez a harmadik időpont. Ez már, ja, ez már... Hát persze, ez csúsztat. Hát ebben az évben egyébként az van, itt minden csúsztatnak. Igen. Hát itt... Hát az a baj, hogy nehogy egymásra csúszanak. Azt egyszerre van a városban több olyan buli, amit egyszerre kellene megnézni a közönségnek. Hát ez az félő egyébként. Igen. Tehát az 50 évest azért azt elmondom, legalábbis tervek szerint nem is a BS-be csináljuk, mert ott olyan torlódás lesz, hogy hetente lesz két buli vagy az három, érted? És a másik dolog, hogyha beintenek megint egy ilyen pandémiát, hogy izé van, aztán akkor véged van. Tehát ott nem lehet, mert ott aztán ki kell fizetni a bérlést, meg hasonlót. Akkor is, hogyha pandémia miatt. Hát akkor talán nem. Igen, de... Nem árul el, hogy akkor hova tervezitek ezt az 50 évest? Egy új helyre. Persze, itt a Barbanegrás tulajdonos, a Szücsmisé. Már tervezit. Ide figyelj. Oda adtuk az életünket. A kezébe van. Jó. Most ő a menedzseretek, ő a szervezőtök? Hát ő nem ő szervez, de a menedzsmentnek a főnöke. Így van. Tehát ő, figyelj, sokat köszönhetünk neki, és neki ő is köszönhet nekünk, érted, mert... Az biztos. Persze, tök jó. Kírja, hogy Lord, és már el is vannak a jegyek. Így van, mert hát azért figyelj, nagyon kíváncsi leszek ebben a helyzetben, itt a védettség igazolvánnyal, hogy mi lesz. Tudod? Hát annélkül nem is lehet menni koncertre. Annélkül nem is lehet menni koncertre, de figyelj, én kaptam olyanokat, hogy azért oltattam be magamat, hogy el tudjak menni buliba. Tehát ilyen is van. De van, aki meg azt mondja, hogy várok, mert majd el fog múlni. Nem akarok tanácsot adni. Mi beoltattuk magunkat. Annélkül akkor, nem tudnátok dolgozni. Mert amikor vagy hát nem munka, de nem tudnátok koncertezni. Hát mert akkor az volt a hír, hogy még a fellépőknek is kötelező. És akkor egyszer csak kiderült, hogy mégse annyira. Hát igen, csak ezt a helyek nem fogják tudni biztosítani, hogy a nem beoltott zenészek minket hogy különítik el a közönségtől, a beoltott zenészektől. Igen, hát az figyelj, hogy én sajnos az nem lesz nálunk. Egyébként a közönség azért is imádott bennünket, mert mi koncertek után mindig kimentünk, aláírtunk, fényképezkedtünk, ölelkeztünk, meg mit tudom én. Nem féltetek semmiféle fertőzéstől. Hát most mitől féljünk, érte? És most de, sem féltek. De most nem engednek bennünket. Aha. Tehát a menedzsment kijelentette, hogy nem. Tehát figyelj, hogyha ezek az elírások, hogy nem lehet kimenni, akkor nem szabad kimenni. De majd megoldjuk. Tehát azért mi mindig találunk olyan pillanatot, hogy találkozzunk. Kívánom nektek, hogy még sokáig találkozhassatok a közönséggel. Ugyanezt kívánom a közönségnek is, hogy még sokáig találkozhasson a Lorddal. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm, a Lord legyen. Mihályjal beszélgettünk. A Lord legyen mindenkivel. Sziasztok. Köszönöm, szia. Mindjárt 10 óra van, akkor érkezik majd Várkonyi Attila a programajánlóval, 11 órakor Vasmanyával találkozhatnak, hozza az éjjeli meséket. Holnap reggel bocskorék ébresztenek mindenkit, mi pedig találkozzunk holnap este újra itt az Abaházi Presszóban. A hazai sportélet egyik legszerethetőbb figurájával fogok beszélgetni, vendégem lesz Erdei Madár Zsolt. Mindenkinek szép estét, további kellemes rádiózást! Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retrós slágerei szólnak. Retro.